A harmadik helyre rangsorolta Magyarországot a világ egyik vezető gazdasági napilapja. A japán Nikkei című kiadvány három mutató szerint havonta értékeli az országokat, és a járványkezelés, az oltás és a társadalmi mobilitás szempontjait figyelembe véve hazánk Kína és Új-Zéland mögött áll a harmadik helyen a 120 országot tartalmazó listán. Ha a járványkezelésből rendezett volna olimpiát Japán, akkor Magyarország kapne a bronzérmet. A világ legnagyobb példányszámú gazdasági újságja a japán Nikkei szerint ugyanis hazánk a harmadik legsikeresebb ország a járványkezelésben. A legutóbbi adatok szerint pintekre 52 fertőzöttet regisztráltak itthon, és egy beteg halt meg. Az aktív fertőzöttek száma alig több mint 27 ezer főre csökkent. Magyarországon tavaly márciusban jelent meg a koronavírus, a kormány azonnal vészhelyzetet hirdetett. Az operatív törzsnek addigra már kész akcióterve volt a fertőzések kiszűrésére, az egészségügy felkészítésére és a határok lezárására. Arra kérték az embereket, maradjanak otthon. Bezártak az éttermek és a boltok többsége is. Az iskolák digitális oktatásra álltak át a cégek távmunkára. Először az ember életet érintő kérdésekkel kell foglalkoznunk, az az első. Orbán Viktor akkor azt mondta, az emberek élete és biztonsága az első, de az első perctől kiemelt figyelmet kapott a gazdaság védelme is. A Hiteltörlesztési moratórium nem csak a családoknak jelentett mentővet, hanem a cégeknek is. A bajba jutott vállalkozások adókedvezményeket és bértámogatást is kaptak. A kormány maszkokat és gépeket szerzett be külföldről és kórházi ágyakat szabadított fel, az ország egyemberként védekezett, a járvány ősszel új erőre kapott, a második hullámban már a fiatalokat is támadta. A vakcina a megoldás. Karácsonykor érkeztek meg az első vakcina szállítmányok, amelyből először az orvosok és az ápolók kaptak. Nem gyorsan kiderült, hogy Brüsszel nem tud időben elegendő vakcinát küldeni. A kormány ezért úgy döntött, nem vár tovább, és keletről is rendel oltóanyagokat. Az orosz és a kínai vakcinának köszönhetően az évelein már ötféle oltóanyag volt elérhető Magyarországon. Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, az Európai Unióban, ahol nem vakcina hiány van, hanem vakcina bőség. Még a járvány harmadik hulláma előtt februárban gazdaság újraindítási akciótervet jelentett be a miniszterelnök. A munka van, minden van, munka meg akkor van, ha van munkahely. Egymás után írták alá a fejlesztésekről szóló támogatási szerződéseket, miközben a hitelmoratórium, az adókedvezmények és a bértámogatások továbbra is segítették a magyar vállalkozásokat. A kis cégeknek pedig egy új hitelkonstrukciót is indítottak. Tíz évre 10 millió forint erejéig 0 százalékos hitelt nyújtunk. Közben az átoltottság egyre nőtt, júliusra értük el az 5,5 millió beoltottat. Ez volt a feltétele annak, hogy az élet újraindulhasson itthon. Azóta nem kell maszkot hordani az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Továbbá védettségi igazolvány nélkül is be lehet menni például az éttermekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe és a kulturális rendezvények többségére. Mindezeket figyelembe véve a világ egyik legolvasottabb gazdasági lapja a japán Nikkei szerint hazánk a harmadik legsikeresebb országa járványkezelésben. A havonta frissülő rangsorban 120 országot vizsgálnak a járványkezelés, az oltás és a koronavírussal összefüggő korlátozó intézkedések szerint. Minél előrébb van egy ország a ranglistán, annál közelebb van a gyógyuláshoz és a járványból való kilábaláshoz. Magyarország már az előző hónapban is jól teljesített, az ötödik helyezés után, most az augusztusi rangsorban a harmadik helyre lépett előre, Kína és Új-Zéland mögé.